Sziasztok, itt vagyunk Ajkán a fedett jégpályán, ahol éppen az U10-es jégkorong torna zajlik az ajkai óriások szervezésében. Itt van mellettem Bece Zoltán, az ajkai óriások vezetőedzője, aki közben percenként fújja a sipot, ugyanis percenként kell cserélni a sorokat. Zoli, jó az új sapkád! Köszönöm szépen, igen. Megpróbáltunk egy tavaszi-őszi kollekciót is kidobni. Lassan most már mindenre oda kell figyelni, ugye egyre jobbak és komolyabbak leszünk. Úgyhogy a dizájnra is nagy hangsúlyt fektetünk. Mert egy csapatnak jól kell kinéznie szerintem. Nem csak a dizájnra fektettek jó hangsúlyt, hanem idén a bajnokságokra is, hiszen tornát követ. Igen. Na, megpróbáljuk azt a verziót, hogy minél több mérkőzés, ugye az edzések mellett nem szeretnénk a gyerekeket azért kizsigerelni, de hát azt hozza meg a munka mellett, ugye a játékok hozzák meg a kellő fejlődés lehetőségét. Szerencsére időről időre azért tudnak olyan mérkőzést játszani a gyerekeink, ahol nívósabb ellenfelekkel is megmérettetnek, és ezáltal érzékelik, hogy van még hova fejlődni, mindig kapnak egy olyan töltetet a sikerek mellett, hogy... Gyere! A sikerek mellett kapnak egy olyan töltetet, hogy tudjanak fejlődni, és legyen akaraterejük, meg legyen motivációjuk tovább menni. Most ugyanez egy hazai torna, de a múlt héten Budapesten is járt az U8-as csapatotok. Hogy szerepeltek? Hát... Azt kell először is mérlegre tenni, hogy mi a siker. Mert ugye itt még nincs győzelem. Itt minden meccs döntetlen. Az természetesen az megvan mindenkiben, hogy kilő több gólt, kilő kevesebbet. De itt én azt súlykolom a játékosaimba, hogy döntetlen mérkőzések születnek. Az eredmény szempontjából viszont az, hogy több gólt lőjünk az ellenfélnél, természetesen ez nálunk is kérés, nem elvárás. Mert nem akarunk terhet róni a játékosainkra ezáltal. Hadd játszanak felszabadultan. Mint itt is látjuk az edzői munkát. Tehát nincs megőrülve, nem csapkod, nem kiabál a gyerekekkel. Tudomásul kell venni, hogy most fel kell nőni ez a csapathoz is. Most mi történik a pályán? Mit láthatunk? Most per pillanat ugye az U8-szal ellentétben itt van térfélcsere, 2x12-t játszanak és nem 1x18-at, és most a csapatok maradnak ugyanazon a térfélen a csere szempontjából, viszont a játék szempontjából meg átmennek a másik oldalra, így keresztbe kell majd cserélniük, és több lehetőség adódik a csapatoknak a csere után a gólszerzésre. Hiszen hogyha az ellenfél kapujánál marad a labda, akkor a korong így van. Az élő varázsa. Szóval, hogyha az ellenfél kapujánál marad a korong, akkor nagyobb esély van egy támadásra. Igen, 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 és ezeknek a gyereknek egy részük majd megy föl U12-be, ott pedig hozzá kell szokni, hogy 3/3 van, nem 2/2 idő, tehát ahogy megyünk fölfele a korosztályokba, úgy bővül ki az idő, játékidő is, remélhetőleg jövőre a játékterünk is. Ez a feltett szándékunk, hogy az U12-esekkel már nagy pályán versenyezhessünk. Ennek keresjük még a megoldását természetesen. A csarnok megépülésével ez megoldódik és realizálódik, de addig azon dolgozik teljes gőzzel a stáb, hogy ez megoldódjon, és ugye mi is gyakorolhassuk ezt a sportágat. Gyere! A pálya már így is nagyobb, mint az U8-asoké, hiszen mondtad, hogy azt leválasztjátok egy kicsit, és kisebb pályán játsszák, így a kapu mögül tudnak cserélni. Igen, az U8-asoknál ugye, mivel hogy ők még egy picit lassabbak, nem feltétlenül hozzáteszem, mert ott is ugye megyünk fölfel a szintekbe, az ABC kategóriába, hogy egyre gyorsabbak, egyre ügyesebbek a játékosok, és tehát tudnak gyorsan korcsolyázni, de mivel hogy sokaknak, ugye mint a múltkor is ez volt az első, ezért picit szűkítünk a pálya távolságán, kevesebb korcsolyázás, több helyzet alakuljon ki. Hány csapat jött el a mai tornára? Mai tornára 3 vendégcsapatot fogadtunk a 2 hazai csapat mellett. Az Ocskai Akadémiát tudhatjuk magunk mellett. Gyere! A Veszprémi Jéglovagokat és a Szombathelyi Pingvineket fogadjuk
és a két hazai C1 és C2 csapatunkkal. Ezek csak a nevében C1 és C2, semmiben nem különbözik a két csapatunk. Csak ugye a gyerekek összetételében, hogy a nevek más nevekből áll, de mi próbálunk mindig azért egyforma csapatokat kiállítani, hogy mindenki egyformán élvezhesse ezt a sportot és ezt a játékot. Az előbb elesett valaki, talán csúszik a jég? Igen, ez egy fura dolog, amikor csúszik a jég. Meg is lepődünk néha, de ő a segédbíró, az U12-es játékosunk, aki a bírók segítségére van. És ugye, mint látjuk kamerán keresztül is, óriási küzdelemmel megyünk és elánnal, amit öröm nézni egy edzőnek. A jó idő ellenőre én azt látom, hogy egész jó állapotban van a jég. Csere! Igen, szerencsére komoly együttműködés van ugye az üzemeltető és a úgymond a szakosztályunk között, és ezért elfogadják a javaslatokat, vagy megkérdezik, hogy szerintünk hogy legyen, és most is mi javasoltuk, hogy szárazon legyen megcsinálva, ugye, hogy ne vizezzenek a jégre, mert a sok ember, és ugye a megváltozott hőmérsékletnek köszönhetően most eléggé könnyen izzad a jég teteje, még per pillanat izzad, de a Róbebejárónál, ahol befolyik a szél, ott komolyabb károkat is okoz, amint látjuk. Gábor itt közben megzavarta Zolit. Elég szükszóval nyilatkoztál nekünk legutóbb. Hogy látod most a fiúkat, hogy játszanak? Nagyon jó, nagyon ügyesek. Köszönjük szépen ezt a tartalmas értékelést neked. Zoli, egy utolsó kérdés. Honnan tudtok ennyi gyereket összeszedni, hiszen egyre többen vagytok az óriásoknál? Hát erre azt tudom mondani, hogy örökedé elégedetlen leszek, és nem elegen. Hát nem elegen, még mindig kevés. Nem, viccelek. Tényleg szerencsére bővül a stáb, mármint a játékos állomány. A stábunk is reményeink szerint bővülni fog, de a kis U8-osok bővülnek a legnagyobb létszámba. Ugye ez olyan kell legyen, mint egy piramis, legalábbis az én látásmódom szerint, hogy alul legyen nagyon széles, és felfele, hogy egyre jobban közelítünk a magasztos célhoz, a felnőtthöz. Ott már ugye a piramis csúcsa csak az a 24, 25, 30 max játékos, és lefele meg minél szélesebb legyen, hogy kopnak ki a gyerekek is, ugye nem mindenki tudja végigcsinálni, ezért ne szenvedjen csorbát a feljebbi korosztályok. Tehát akkor cél a Molliga? Hát sok célunk van, ilyeneket nem bocsátunk előre, de mindenféleképpen szeretnénk első osztályú ligában versenyezni. Ez most, hogy hol valósul meg, és mennyi idő múlva, ezt meg fogja mondani nekünk a jövő, de természetesen minél magasabb szintre szeretnénk emelni a felnőttet és az utánpótlást is. Ezért van az, amit észre is vettél, hogy verseny hátán, hogy szokjanak hozzá minél több versenyhez, szokjanak hozzá minél több idegen csapat jelenlétéhez, vagy éppen azokhoz a csapathozokhoz lévő utazáshoz. Tehát azon vagyunk, hogy egy jövőre felkészítsük a gyerekeket, és nem csak hoki jövő, hanem mint embereket is, mondta egy régi csapattársam, hogy mi jó embereket nevelünk, és a jó emberekből jó sportolók születnek. Tehát életre nevelünk. Próbálunk. Köszönjük szépen, Bece Zoltánnal beszélgettünk az Ajkai Óriások vezetőedzőjével. Itt még folytatódik délelőtt tovább az U10-es bajnokság. Gyertek ki, nézzétek meg élőbe a belépés díjtalan, délután pedig jöhettek közönségkorcsolyázni az Ajkai jégpályára. Sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok!